felújítási munkálatok, palánták a kenderesi gazdánál, közfoglalkoztatásból a versenyszférába, segítség a szépkártyával fizetőknek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 22-én 18 óra 5 perckor. Koncz Tibor esperes úrral beszélgettünk az iskola épülete előtt, hogy milyen munkálatok zajlanak a Kálvin úti tagépületükben. Koncz Tibor esperes úrral beszélgettünk a Kálvini számú iskola épülete előtt, hiszen mögöttünk munkálatok zajlanak, de mi is történik pontosan? Ez nagyon nagy boldogság, amikor már nem csak látni, hanem hallani is lehet, vagy nem csak hallani, hanem látni is, hogy valami munka elindult. Ez egy régi pályázatunk, egy nagyjából két-két és fél éves pályázatunk, aminek a mindenféle pályázati menedzselése miatt eléggé elcsúsztunk, de most végre el tudtuk kezdeni. Ez a magának, ennek a Kálvin 5-nek a tetőszerkezetének, illetve a nyilászáróinak a cseréje, illetve a belső festés és a szalagparkett a csere, az, ami van ebben a pályázatban. Ez egy nagyobb pályázatnak a része. Pontosabban azt talán többen tudják a bennünket figyelők és hallgatók közül, hogy ide egy telek összevonással a parókiának a telkéből mi átadtunk egy olyan 2000 négyzetmétert, és ide egy tornatermet tervezünk építeni. És ez a két pályázat egymásra várt, mert ez a felújítás az azzal lesz teljes, amikor megépül a tornaterem és a tornatermet, és ezt az épületet össze fogjuk kötni. Éppen ezért a pályázatnak ez a, így mondom, hogy nyugati vége az épületnek a pályázatból most kimarad a teljes felújítás, mert az összekötéssel lesz az majd megoldva. Tehát ez egy nagyjából egy 80 milliós renoválás. Ugye 2012-ben vásároltuk meg ezt az épületet az önkormányzattól, és azóta belső felújítások voltak, de ilyen jellegű, ilyen nagyságrendű renoválás nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha sikerülne majd később még a külsőre is valami úton, módon pénzt találnunk, akkor egy ékszerdoboz az, amivé válhat a Kálvin 5-ös épület. Ebben az épületben kik tanulnak? Nálunk az az elv, hogy nem szeretjük nagyon összeereszteni a különböző életkorú csapatokat, tehát ilyen generációs megosztás van. Nyilván beszoktatás céllal, meg hát azért egy 8 éves, meg egy 14 éves, az nem csak szellemi, hanem fizikális, és nem csak fizikális, hanem szellemi szakadék táton közöttük, tehát ilyen nagyságrendben vannak egymástól távol. Nálunk az a szakmai elv, hogy az első, második az a varró négyben szokik be, és a harmadik, negyedik van itt. Ugye a harmadik, negyedik megy majd föl a felsőbe, már nem kicsik, de még azért nem olyan nagyok, úgyhogy ez tulajdonképpen egy beszoktató területünk. Ugye itt van 8 tanterem, és akkor a nagyjából 3 osztályi évfolyam szerint, és 2 évfolyamnál pedig 6 osztályi gyerek itt kényelmesen elfér. Ez nekik egy ideális, hiszen itt van játszótér is, valóban az ő korosztályoknak megfelelő. A munkálatokkal mikorra végeznek ezzel legalábbis, és mikor kezdik a tornatermet? A tornateremmel kezdem. A tornateremnél egy pályázati előírásnak megfelelően most tervmódosítást kellett csinálnunk, és ez nyilván tolja az időt, de a tervnek a megrendelésében vagyunk. Ez azt jelenti, hogy szerintem itt a tornaterem az jövőre készül el. Ez az épület, pontosabban ennek az épületnek a felújítása pedig tekintettel arra, hogy most a gyerekek még, ha vissza is jönnek a alsóbb osztályosok, azokat át tudjuk transportálni a nagy épületbe, és így itt tudnak folyamatosan dolgozni. Véleményem szerint ez május végéig fog eltartani. Tehát május végére úgy kell ennek az épületnek kinézni, hogy a teljes tetőszerkezet csere, lehet is látni a munkálatokat, és a nyilászárók maximális számban kicserélése, nagyon bízom benne, hogy ez is reális lesz.
különösen is a homlokzatnál vagyok úgy, hogy az nagyon munka lesz, mert ugye egy műemléképületről beszélünk. Tehát itt nem úgy van, hogy hozzányúlunk, a belsőt azt könnyebben tudjuk cserélni. Szerintem ott lehet, hogy lesz csúszásunk, hiszen azért a műemlékeseket folyamatosan majd kell kérdezni, hogy milyen elképzeléseik vannak. Hát a belső tisztasági festés, azt gondolom, hogy az is meg lesz időben, tehát ez a május vége, ez a reális. A sikeres palánta nevelés a pont jó nedvességen, hőmérsékleten, friss levegőn és elegendő fényen múlik. A legtöbbször a gondot is ezek közül valamelyiknek a hiánya, a túlzott jelenléte okozza. Két héttel ezelőtt ezek a paradicsom palánták még picikék voltak. 14 nap alatt fejlődtek Krokavec László gazdaságában. Több ezer, szerintem olyan 8-10 ezer, így ha egy körbe tekintek. Egyszer majd össze kéne talán számolni, de éppen most a paradicsomot ültetjük, saláta, retek. Hát a retket azt nem palántról neveltük, az helyrevetéssel történik, de salátát már jóval korábban kiültettük, körülbelül két hét múlva jelenünk meg a piacon. Karalábé is kint van valamennyi kelkáposztánk fóliába, ezek meg amiket itt most látnak a tévénézők, a paprika, paradicsom, uborka, egy kevés padlizsán, ezek ugye melegigényes növények, ezek most kerülnek ki a fűtetlen fóliába. Szabadföldben majd csak május 10 körül javaslom kiültetni. A kultúrnövények speciális tápoldatot fognak kapni, amikor ki lesznek ültetve, de a palánta nevelés alatt is kapják a tápanyagot. Tőzekeveréket használunk, ebben van valamennyi tápanyag, ami arra elég, hogy a növények ilyen szépen kifejlődjenek. Ezekben a poharakban, amiket itt látunk, olyan 3-4 hétig vannak a növények, előtte szaporító ládába kerülnek magvetésre, sűrűbb térállásba, és ide tűzdeljük őket szét, és a napokba kerülnek ki a hideg fóliába. A fóliába mi nem használunk műtrágyát, már több éve, csak érett marhatrágyát használunk, ősszel bedolgozva földbe, és az jelenti a tápanyag utánpótlást és a talajszerkezet javítást is egyben. Néhány hetet még várni kell a kiültetéssel. Paradicsom, paprika, uborka, ezek a klasszikus melegigényes növények, ezek közül paradicsom, ami legjobban bírja a hideget. Április végén időjárás függvényében meg lehet próbálkozni szabadföldben, inkább május 10 után javaslom mind három növényt kiültetni szabadföldbe. A megvásárolt palánták kiültetésekor több dologra is oda kell figyelni, hiszen a nem megfelelő ültetéskor több növény is kipusztulhat. Az érett marhatrágy az mindig jó, tehát az a szerkezet is javítja. Lehet kapni műtrágyákat, tápsókat, mi nem élünk ezzel a lehetőséggel, én nem javaslom kertekbe se. A kis kertekbe inkább a vetésváltás javaslom, tehát mindig váltogassuk a növényeket. Ide ez, jövőre a másik növény kerüljön, illetve hát az ásás az nagyon fontos dolog, ezt azért én nem kerülném ki, bár manapság a talajművelők ebben vitatkoznak, hogy szántsunk, ássunk, vagy anélkül műveljük a földet, én ásás és szántáspárti vagyok. Ezen túl hát nagy melegben ne ültessünk növényeket, inkább az esti órákba, és akkor jó be kell locsolni. Nem mindenki tanult növénytermesztést, de az internet sokat segíthet. Az interneten nagyon sok minden megvan, nagyon sok olyan dolog, ami nem biztos, hogy mindig helytálló, nagyon meg kell szűrni. Jó fajtát válasszunk, ez az alap dolog. Inkább legyen drágább az a vetőmag, de abba azért a esetek 90%-ában jobban meg lehet bízni. Paradicsomnál én a folytonnövőt sokkal jobban szeretem, igaz, hogy azt föl kell kötni, de azért 3-4 jó paradicsomfajta egy családot el tud látni egész szezonban paradicsommal. Paprikánál is vannak nagyon jó folytonnövő fajták, de vannak klasszikus, egyszerű fajták is. Felmerül az a kérdés, hogy ez azt is jelenti, hogy akár egy erkélyen, néhány erkéládában is lehet esetleg paradicsomot vagy paprikát nevelni. Inkább nagyobb cserepet javaslok, abban egy jó tőzekkeveréket beteszünk, és akkor az hosszú ideig, 2-3 hónapig is el fogja látni ezt a növény tápanyaggal, öntözni kell, föl kell kötni, van némi zömmunkája mindegyiknek, paradicsomnál ugye a hónajhajtásokat eltávolítani, amikor kezd érni, akkor a fürtök alatt a alsó levelet levesszük, és ezáltal segítjük az érését is. Ezeket a tanácsokat érdemes megfogadni.
A kertészetben van sokfajta paradicsom és paprika is, de mit is javasol a szakember az otthoni felhasználásra? Szoktunk kísérletezni ezekkel, ugye én például múltkor csináltam vörös káposzta kétharmad, egyharmad cékla, és ez mézzel, citromlével nagyon jó, és ráadásul egészséges is, tehát finom. A méz azért kellett, hogy kicsit édesebb legyen, azért ennyi trükk belefér, de hát házi mézet használunk, az megint egészséges. A kertész is azt javasolja, figyeljünk az egészséges táplálkozásra. Nagyon fontos, hogy mit eszünk, hát ugye ezt már többször elmondtam, meg akivel találkozom, hogy a görögök azt állították, és van is benne igazság, hogy a betegségek 80%-a az táplálkozás eredetű. Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiség ásványokat, vitamint vigyünk be magunknak, ez különösebben a járványveszélyes időszakban az immunerősítés miatt is nagyon fontos. A cékla, vörös káposzta, hagyma, fokhagyma, tehát ezek nagyon, nagyon egészséges dolgok. Hagyma, fokhagyma az nem egy társasági étel, de finom egy, ez jó kacsazsíros spiritussal. Fontos odafigyelni, hogy egymás mellé mit ültetünk. Vannak olyan növények, amelyek nem szeretik egymást. Vannak erre nagyon jó szakirodalmak, mi annyira erre nem szoktunk figyelni, megmondom őszintén. A fóliában meg különösen nem, mert ott az egy hát van, mikor csinálunk két fajtát, de nem jellemző. Én azt javaslom, hogy bio dolgok, bio irodalmak, bioszakirodalmak erre nagyon sok jó tanácsot adnak. Nagyon nem szoktunk erre figyelni egyébként. Az eller az biztos, hogy káposzta mellé vetve az távol tartja a lepkéket, tehát a hernyó kártétel jelentősen csökken, ezt gyakorlatból meg tudom erősíteni. Nagyon egészséges az eller fogyasztása. Az eller az nagyon finom, én nagyon szeretem rántva, sajttal panírozva különösen finom, levesbe is rántva, és hát valószínű vannak férfi nézők is, ők nekik meg különösen ajánlom. A paradicsomra még várni kell, de hamarosan már a retek elérhető lesz a boltok polcain. A hideg növények, retek, saláta, zöldhagyma, ezek már most hideg fóliából van, ahol van is, nekünk egy hét múlva lesz. A paradicsom ez május vége, június oborka lesz legelőbb, tehát május 20-a körül, aztán a paprika és aztán a paradicsom. A Krokavec kertészetben folyamatosan kísérleteznek a növényekkel. Még nem vagyunk ott, hogy a vevők is megízleljék, de most tettünk fóliába cukkinit, meglátjuk, hogy milyen lesz, tehát egy picit korábban tudunk ott lenni a piacon, mint a szabadföldi. A cukkini is egy nagyon jó étel, nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni. Ne kérdezzék, mert én a konyhában nagyon gyenge vagyok, de viszont fogyasztani nagyon szeretem. A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében a kormány 2021. április 15-től ismételten meghirdette a közfoglalkoztatásból a versenyszférába programot. A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében a kormány 2021. április 15-től ismételten meghirdette a közfoglalkoztatásból versenyszférába programot, amelynek keretében a versenyszférába munkát találó közfoglalkoztatottak 45.600 forint elhelyezkedési juttatásba részesülhetnek havonta. Az erre vonatkozó kérelem a kormányhivataloknál és online is benyújtható. A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszú távon fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új adófizető munkahely jön létre, és ha azok, akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a kormány továbbra is előkívánja segíteni a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalását. Az intézkedés célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban egyfajta bónuszban részesül. Minél hamarabb lép ki az egyén a közfoglalkoztatásból, annál több támogatásra lesz jogosult, mivel a közfoglalkoztatásból hátralévő időre kapja havonta utólag a támogatást, amelynek havi összege 45.600 forint. Elhelyezkedési juttatásra jogosult az a közfoglalkoztatott is, aki mezőgazdasági idény munkában vesz részt. Ezen támogatás napi díjazása 2.000 forint, ez egy hónapra akár 62.000 forintot is jelenthet.
A programra 2021. április 15-től 2021. december 31-ig nyújtható be kérelem a területileg illetékes járási, fővárosi kerületi hivatalokhoz. A támogatás iránti kérelem a munka.hu felületen is benyújtható. Részletesebb felvilágosításért kérjük, tekintsék át a támogatások igénybevételéhez készült hirdetményt, illetve forduljanak a járási hivatalok munkatársaihoz. Idén év végéig a Széchenyi Pihenő kártyával bármelyik alszámláról lehet költeni a Szép Kártya által engedélyezett célokra. Derül ki a legfrissebb magyar közlönyben. A kormányrendelet szerint a Szép Kártyával az eredeti alszámlánál meghatározott tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás ellenértékének megfizetésére egy másik alszámlán lévő egyenleg is elfogadható, illetve a kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő pénzeszközt másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is használhatja. A könnyítés szerint tehát például a szálláshely vagy a szabadidő zsebből is lehet költeni vendéglátásra, és fordítva is. A rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!